Shakti Miranda Syangyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasade Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Akkor beszéltünk egy kicsit erről a témáról, érzelmeknek a jellegéről, természetéről. Ma folytatjuk egy kicsit, nem megyünk nagyon tovább, inkább szögezünk figyelmet egy fontos témán, vagy a momentumon, ami nekünk hasznos lehet maratonon. Mert nagyon fontos, hogy a maraton, amiben részt vegyünk, boldogok vegyünk, legyünk elégedetek, boldogok, és legyen sok energiánk. Mert mindenki tapasztalja, hogy az érzelmek vagy adnak energiát, vagy elveszik az energiát. Mindenki érti ott a matagyikot? Vy понимаете, да? You understand? Not so. Ki tud neki segíteni? Jó. You can sit here, the Lotsi, you can translate, yeah? Thank you. Szóval az érzelmektől tudjunk elveszíteni az erőt, de ugyanakkor tudunk kapni erőt. És most egy kicsit ezen fogunk megállni, amit én érintettem múltkor, de nem hangsúlyoztunk eleget, és ezért most azt megbeszéljünk, először megint frissítjünk kis ismétlése, hogy mi az érzelmeknek a forrása, honnan száraznak az érzelmek, akkor a cél és az érzelmek, ezt is kis fókusz lesz, ami érintettünk múltkor, egy gyakorlatot, amit nem fért be múltkor, megcsináljunk, és egy kis végkövetkeztetéssel befejezünk a mai kis témát. Mi már beszéltünk múltkor, hogy minden lélek eredetileg érzelmekből áll. Mert a tudat, citta, beszéltünk sat, citta ananda, egy a megfogalmazás, a léleknek a természete, örökkévaló, citta, tudat, tudás. Akkor már a tudat, ez is egy érzelem. És ananda. Ananda az egyértelmű érzelmet jelenti. A boldogság, ez egy érzelem. Szóval a léleknek ez a természete. Amikor próbálnak embert elkülöníteni az érzelmektől mindenféle gyakorlatokkal, néha a lelki gyakorlatokat is összetévesztenek, és gondolják, hogy a lelki gyakorlatnak az a célja, hogy ember legyen valamilyen érzéktelen, érzelmellem nélküli személy, akkor ez nem fog működni. Mert ez egy tévedés. Bhagavad Gita-ban Krishna mondja, Vraja, hogy mondja, Vraja Pesha Vraja, hogy mondja a Lila Shukaprabhu? 250 vagy 60. Param Drishtvani Vartate, ezt a verset. Param Drishtvani Vartate, Visaya. Visaya. Hogy tudom? Visaya Niraharasya. Visaya Niraharasya. Azt mondja, hogy az embereknek a ragaszkodás és íz, érzelmek kötődnek a anyagi tárgyakhoz. Visaya az a élvezett tárgyak.
És azt mondja az a vers, hogy parándristán nevertete, ameddig nincsen, hogyha valaki csak próbál, nincsen semmi érzelem, és ez a lelki gyakorlat, akkor viselni ráharaszja. Fog maradni kapcsolat az érzéktárgyakkal, mert lélek nem tud élni érzelmek nélkül. És ezért mondja Bhagavad Gita, hogy ezért parándristán nevertete, hogy kell magasabb rendű íz. Azt is megbeszéljük, hogy hogyan jön magasabb rendű íz. Hogy lehet, hogy a maraton, amikor valaki oszt könyveket, kapjon magasabb rendű íz. És ez bárki kaphat. Az nem kell gondolni, hát jó, nektek ti már itt vagytok 20-30-100 évig, azt nektek ez már kis ujjából megy, hát nekünk még nem. Nem, ez mindenki. Egy első pillanattól lehet kapni. Erre mi a példa? Haridasztakur, és mikor jött hozzá a prostituált, egy pillanat alatt megkapta ízeket, magasabb rendű ízt. Szóval ez így működik. Ezért a lélek, élőlény érzelmekből áll, és ez ananda. Szóval onnantól származnak. De eredeti forrás érzelmeknek, mi ezt múltkor is érintettünk, ez a Krishna, a legfelsőbb lélek. Ő adja, ő a lelki világ abból áll az érzelmekről. Hogy ott vannak kapcsolatok, bakták és Krishna között, és nába-nába rásza dámani. Dinamikusan, végtelenségig új meg új érzelmi ízek tapasztalhatók lelki világban. Ezért itt látjuk Mahabhava Svarupini Radha. Mert bhava ez az érzelmeket jelenti. És az eredeti és a megszemélyesülése az érzelmeknek, az már maga Srimati Radharani. És mikor Úr Csitánya 500 év ezelőtt jött, azt is érintettünk múltkor, akkor ő ugyanezt hozta ide nekünk a földre. Nem mást, mint kapcsolat Krisnával, ez az érzelmi kapcsolat. Magas filozófia, mert sokszor emberek gondolják, hát ez nem komoly, ez a joga, bhakti joga. Nem, az, amikor ilyen mesterségesen megfojtom magamban mindent, és kínozok magamat aszánákkal, meg nem eszek semmit, meg nem tudom, Himalájába költözök, na az az igazi joga, amikor rasztahajám van, meg sok minden más. Na. Annak is a célja az érzelmek, a végső. Amikor elérnek a szamádit, akkor cél az, vagy akkor ott lesz végül bhakti, másképp megszakítja, nem éri a célt a jogi, szóval meg fog kapni bhaktit, mert találkozni fog bhaktával, és akkor végül ananda. De ugyanaz lesz végül. Csak az út nagyon nehéz. Úr Csitánya, amit hozta, ez az út, az már első lépéstől boldogságot tud nekünk okozni, érzelmeket. Ugyanúgy a maraton, amikor mi részt veszünk maratonban, kitűzünk egy célt, akkor ezt meg fogunk tapasztalni. Erről nem csak Úr Csitánya, hanem felhatalmazta a saját társait, és akkor mondta nekik, írjátok erről könyveket. Upadesamrita, Bhaktirasamrita Sindhu, ez mind arról szól. Hrishikena, Hrishikesam, tovább? Sevaya Bhakti Ucchate. Ez azt jelenti, hogy érzelmek. Rupa Goswami írta, Jiva Goswami írta csodálatos könyveket, meg is magyarázta tattva szempontból, nem csak érzelmek szempontból, hanem tattva szempontból meg van magyarázva. És most jön az, ami ahol megálltunk múltkor, és ezt fogunk egy kicsit tovább vinni. És mi megálltunk múltkor, hogy mi okozza bennünk érzelmeket,
Van több ok, persze lehet sok okról beszélni, Jaisi Sradhásama Sundar Kijai, mert vannak, jó, hát nézzünk egy kicsit, itt vannak az érzelmek, általában két érzelem van, hát 500 árnyéka van a negatívtől a pozitívig, és a keverése. Ez a tudósok, ez már nem Bhagavata mondja, a tudósok állítják, 500 árnyéka van érzelmeknek, és de általában, hogyha mi nézzük megint a mi filozófiát, akkor Ichhadvesa, kettő polos között van. Van a negatív érzelmek, ez a dvesa, és van Ichha, pozitív érzelmek. Amikor mi akarunk valamit, és megkaptunk, akkor ez pozitív érzelem, mosolygunk, elégedett vagyunk. Amikor elvisznek tőlünk a játékot, akkor negatív érzelmeket tapasztaljunk. És hát van ok, ami egy szempontból mondhatjuk oktalan, amikor néha csak így ülünk, minden szép és jó, és egyszer csak jön egy érzelem, dühös leszek, vagy ideges leszek, vagy megsértődök, vagy félelem, kitapasztalt, hogy semmi ok nincsen, külső hatás nincsen, csak így belül. Stressz, aggódalom, szokott. Igen, ezek a szamszkárok. A múlt, a cselekedetünknek, múlt traumáknak, vannak pozitív, valamikor csak elégedetek vagyunk, csak úgy ülünk, semmi nem történt, de már olyan jó vagy, mindenkit szeretjünk, mindenki ragyog számunkra, 5 perc múlva mindenki olyan csúnya számunkra, ugye? Igen, ezek az érzelmek. És van amikor tudatlanul, sors szerint, daivi energia szerint ezek a szamszkárok jönnek és hullámoztatnak, de lehet csinálni egy tudatosság, mert pont a lényeg, amit Krishna mondja, udharet atmanatmanam, natmanam avasadayat. Azt mondja, ott vannak az elme, az elmében vannak az érzelmek. És az elme segítségével lehet avasadayat lehet degradálni. Udharet atmanatmanam, atmanam avasadayat. És utána mondja, mert elme tud lenni bandu, és barát és ellenség. És a lényeg, hogy mikor én tudok boldog lenni, amikor jitatmana prasantasya, amikor legyőztem az elmét. És ezért hogy lehet befolyásolni a mi érzelmünket? Először nézzük, mi az, ami befolyásol az érzelmünket, ahol mi tudjunk beleavatkozni. Múltkor pont erről beszéltünk, hogy nem maga az esemény érzelmeket okoz, hanem a cél. És akkor emlékeztetek, ottkor volt ez a kis példa, hogyha 4-es kapunk, akkor ki lesz boldog, hogyha 4-es kap iskolába. És akkor néhány felemeltek, hogy ők boldog lesznek, néhányan felemeltek kezét, hogy boldogtalanak lesznek. Ebből az a végkövetkeztetés, hát akkor nem a 4-es okozza az érzelmeket, hanem a cél. Mert azok, akiknek 3-as volt a cél, és megkapták 4-est, nagyon boldogok lették. Akiknek 5-ös volt a cél, megkapták 4-est, teljesen kiebrándultak. Ugyanúgy viszonyul Krishna hozzánk. Mi a célunk, olyan érzelmeket ő vissza fog kelteni bennünk. Ez egy nagyon fontos pont. Például, hogyha mondjuk a kamsa. Kamsának mi volt a célja? Milyen érzelmeket kapott tőle? Megölték, ez még nem érzelem. Mi az érzelem? Félelem. Félelem. Igen, a félelmet kapott. A gópik mit akarták? Milyen a céluk volt? Elégedett, boldogat tenni Krisnát. És mit kaptak, milyen érzelmeket? Nagyobb boldogságot, mint Krisna. Ugye? Igen, ez egy nagyon fontos, hogyha ezt értsünk. Ugyanúgy például, hogyha maraton. Ha van maraton, és
hogyha megnézünk, Krishna nincs egyedül, és nem csak egy valakivel van, hanem csapatjátékos Krishna, ugye? Szereti csapatot. Mi is Krishna völgyi bakták, mi vagyunk egy csapat. És nekik van egy cél, maratonban. És hogyha mi együtt mindannyian elfogadjunk a célt, és próbáljunk, teszünk erőfeszítés, ami rajtunk, ami természetünk szerint van, ami képességekhez van, és komolyan csinálunk, akkor kettő dolog lesz, majd mindjárt fogok tovább ezt megmutatni, megmutatom sásztrikusan, megtámasztom, amit most fogok mondani. Hogyha mi ezt elfogadjuk célnak, akkor fogunk kapni erőt, hogy csináljunk, és nagyobb eredményt tudjunk érni, amire képesek vagyunk. Ez egy érdekesség. Miért nagyobb? Hát van kettő miatt dolog. Egyéni szinten nagyobb eredményt megkapom, de hogyha együtt csináljunk, az megint nagyobb eredmény lesz. Ez már ilyen kis pszichológiai rész, hogy amikor mondjuk van egy ember, neki van egy teljesítménye, mondjuk egy ember erő. Nem egy lóerő, de egy ember erő. És van mondjuk 10 ember, és mindenki külön rendelkezik egy ember erővel, akkor ez egy ember erő 10-szer. De mikor ők együtt kezdenek működni csapatba, akkor az energiájuk egyesül, ezen pszichológusok, mint a Covey például is írják róla, egyesül, és nem lesz 10 erő, hanem lehet, hogy 100 erő lesz. Szóval ez a szinergia, ez a neve, így a modern nyelven, szinergia. És ezért, hogyha mi mindannyian elkezdjünk meditálni és elsajátítani a pontot, mert kinek kell a cél, kit tudjunk elégedetíteni a maratoni céllal, hát Rádisjámot. És Srila Prabhupádot, lelki tanítómestereket. És akkor, hogyha mi ezen meditálunk, akkor elérünk hihetetlen célokat. Más, lelkileg fejlődünk. Érdekes, hogy ez a maraton, megnézünk, ez egy külsős dolog. Az csak ott megyünk, és csak érzékekkel dolgozunk. Nem ül senki, nem meditál. De ez a szadana bhaktinak a része. Mert Chaitanya Charitamritában van ez a csodálatos vers, ami Bhakti Rasamrita Sindhuból származik, amelyik elmondja, hogy definíció, vagy meghatározza, mit jelent szadana bhakti. És akkor szadana bhakti, lehet olvasni, de én közben megyek egy pár kulcs szavakon. Szadana bhakti az azt jelenti, hogy kriti szadja, az, ami érzékszervekkel, érzékekkel végzünk. Érzékekkel végzünk a maratont, ugye? Ugyanakkor, mikor japázunk, ugyanúgy érzékeket használjunk. És akkor mondja, ha az, amit mi gyakoroljunk érzékekkel, valamikor mechanikusan úgy kezdődik, mert általában a szent név éneklés elején mindig mechanikusan szoktunk gyakorolni, de bavet, ez fog okozni, fogadni. Szádja báva, itt van szádja báva, és alahozunk a bávát, szádja bává, ami által érzet szert teszünk, hogy felébredjünk Isten irányi szeretettet. Szóval megint mutatja, hogy ez egy aktív, a bhakti joga ez egy aktív cselekvés. Emlékeztek, Srila Prabhupada nagyon sokszor ezt hangsúlyozza, hogy ez egy aktív cselekvés, ez nem, hogy valaki ül, nem csinál semmit, hanem ez egy cselekvés. És hogy érzékeket bevonni? Ezt most Rupa Goszvámi mondja Bhakti Rasamrita Sindhuba. Hogy a szádanának a megfogalmazása az, hogy használom érzékeket, és hogyha bevonom ezeket az érzékekkel, kell egy cél, cél nélkül ezt mindjárt megnézzünk, nem fog működni, kell egy cél, akkor Isten irányi szeretetet fog nekünk
okozni, vagy eredményezni, sadhana bída, ez a sadhana bhakti, mondja. Ezt a dolgot sadhana bhaktinak nevezik. És utána mondja, nitya sadhasya bhavasya, hogy ez a bhava, ez a szeretet, öröki nitya, öröki ott van a szent névben. És prakatyám az, aki ébredt már élőlény, gyakorol, akkor ez fog sadhana keresztül elérni. De ott van a szívében, hridi mindenkinek. Ez a sadhana bhakti. Ezért, hogyha mi maraton egy megfelelő megértéssel, a céllal összekötjünk, akkor elégedett tudjunk lenni. És megcsináljunk legjobb gyakorlatok, a legjobb eredményeket, és boldogok leszünk. És megint a cél. Én emlékszem, valamikor Radha Rajya Prabhu régen beszélte a leckiken, meg így bakták között, hogy valamilyen gyakorlatról, vagy valamit mondott, ahol sokszor így néhányan kicsit így próbáltak tartózkodni valamitől, és azt mondta ő, hogy én ezt akarok csinálni. És akkor rögtön, mikor ő ezt kimondta, akkor lehet, megváltozott. Hú, hát hogy muszáj, hogyha nekem muszáj maratonra menni, fú, nagyon komoly érzelmek. Nincs erő, nincs energia, nincsen intelligenciám, nem akarok látni senkit, nem akarok hallani. Ugye vannak bakták, akik mondanak nekem hallani a maratonról, az már csak hallani, már kiléptem a komfortzónából. Már csak hallani. Igen, mert nem akarok, nem ez a cél. De hogyha ez a cél, akkor nincsen ez a rossz érzelem. Ezért most csináljunk egy kis gyakorlatot. A gyakorlatok, hát most, hogyha látjátok kicsit hibásan megfogalmazva, akkor elnézést kérünk. De az a gyakorlat, most forduljunk egymáshoz, maximum 2 percre, és próbáljunk átgondolni, mi az, amikor nekem volt egy cél valamiről, és én akartam, igen, és akkor kaptam tőle energiát, és boldog voltam, voltak jó érzelmek. Vagy amikor fordítva, muszájból csináltam valamit, nem volt helyesen cél kitűzve, akkor milyen fordítva érzelmek tapasztaltam. Oké, 2 perc. Egymással osszunk meg egy kicsit. 20 másodperc. Öt. És lejárt az időnk. Köszönjük szépen. Akkor úgy látszik, hogy volt mit megosztani. Igen? Mind a 2 irányból lehet mondani. Amikor jó a cél, helyes, akkor mi tudjunk kapni erőt. Emlékszem, mi Jayanta Prabhuval, amikor osztottunk, nagyon lelkesek voltunk, és ez volt a cél, hogy menjünk, akkor már nem nagyon fáradtak voltunk, de amikor a cél van, akkor az a fáradtság nem annyira. Másik persze, amikor mi is 20 évesek voltunk, ez más egy kicsit, mikor már valaki 50 környékén van, de általában kap erőt ember, és tud benni, és akkor mentünk. Nagyon jó hangulat volt. Egyet osztani sok energiánk volt, és elégedettség és boldogság ott volt. Szóval ez a jó, de hogyha nem, akkor rögtön ember szenved. Hogyha nem ez a cél, vagy például itt egy másik valamikor szent név. Sokszor mondjuk, hát hol a szent névben az íz, honnan a szent névben az íz? Hát, hogy már van a cél, már ott van az íz. Itt csak egy. Nem kell még báváról beszélni, de az íz ott van. Aki például éhes, és főz.
az a cél, hogy most főzön is egyen, akkor már mikor főz, akkor már ott eléged, nem frusztrált, nem, ó, most kell főzni, hanem aj, kicsit ilyen, és akkor már ott van az íz, úgy van, az érzelmek benne vannak. Ugyanúgy, hogyha valakinek a cél a szentnél, hogy meg akarok tisztulni, szeretnék fejlődni, szeretnék Krisnát elégedetté tenni, akkor meg tudok kapni az íz. Szóval minden folyamatban ott van az íz. Ugyanúgy bármibe. Hogyha megyünk kertészetbe, lehet így csinálni kertészetet, de lehet nagyon figyelmesen így, egy kicsit úgy, és akkor lehet ezt csinálni. Ezért itt nagyon fontos mindig érteni, mi a cél. Hogyha pontosan és jó értjünk a célunkat, akkor jön az érzelmek, elégedettség. Például most úgy tervezünk az egész maratont, hogy nem, ilyen, nem az a hangsúly lesz, hogy egyéni kvóták, hanem a csapat. Nem kvóta, a célok. És az egy ilyen jó hangulat. Például van egy napi cél egy csapatnak, és akkor kimennek, lehet, hogy különböző helyeken vannak, akkor még tudnak este hívni. Na hogy állsz? Hogy? Ó, fú, ma, na, most már ezt elértünk. Jó, akkor csináld még egy kicsit, legyen azért kicsit fölötte a cél, ez jobb érzés. Vagy lehet mondani, fú, nekem ma nagyon rosszul ment. Nem baj, nekem jó ment, nézi meg, neked mennyi, nekem mennyi. Hát megvan a cél. Fú, de jó. És akkor ment, néha valakinek jobban megy, valakinek rosszul megy, de hogy a csapat munkában vagyunk, és van közös cél napi, ugye? Akkor működik. Akkor tudjunk, és jó hangulat van, van jó érzés, és lehet, hogy fáradtan jövünk haza, hogy mondta Silla Sivara Maharaj, van kettő lehetőség, kipihent és frusztráltan, vagy nagyon fáradt és nagyon boldog. Lehet ezeket. És ezért itt megint fontos, akkor ez a három filozófiai pont. Sambandha, Abhideya, Prayojana. Sambandha az azt jelenti, hogy én ki vagyok, kivel akarok azonosítani magamat, kivel akarok kapcsolni magamat. Ezt meg kell értsünk. Hogyha én szeretnék, én testtel azonosítom magamat, és a testtel való célokat kitűzöm, akkor minden lelki zavarni fog engem. Akkor minden bakta is fog zavarni. Akkor mindenki ki fog sodorni engem az egyensúlyból. Akkor egyfolytából érzelmei cunámik lesznek. De hogyha én tudom, hogy én lélek vagyok, érzelmi lélek, nagyon jó, és a cél Krisna legyen elégedett, az még kicsit később megerősítem ezeket a szavakat Bhagavad Gita-val, akkor már az megértésben már így boldog vagyok. Akkor tudom, hát akkor én ez vagyok, kapcsolódnék ki a Krisnához, akkor mi az Abhideya? Mert kell Krisnának elégedettséget okozni. Abhideya mi a gyakorlat? Hát akkor most maratonba részt veszek. És lehet, hogy valaki kimegy egész időszakra, lehet, hogy valaki csak alkalmilag, vagy valaki ismerősöket, rokonokat megkeresi, vagy mint a Kundaváli Mataji szokott itt a turistáknak adni kegyet, áldást, vigyenek könyveket, lehet így is. De, és akkor mindig megint lesz egy ilyen hőmérő, és lesz cél, és akkor mindig lehet így együtt izgulni. Aki nem csinál semmit, akkor legalább izguljon velünk együtt. Az is már egy támogatás, pozitív, hogy hát én csak ennyit. Mint a, tudjátok, amikor a Dinakaszúrát megverték, nem mindenki pofon vágta a Dinakaszúrát. Voltak fiúk, akik ököllel orba vágta a Dinakaszúrát, valaki kötéllel, valaki távolról csak labdával megdobta. De valaki még kicsit távolabb volt, és csak kiabált, tehát úgy kell neked a démon. De nem mertem menni közelebb. Nem baj, nem probléma, aki így is lehet részt venni maratonba. Itt mindenki fontos, értékes, mert akkor, mint amikor Sivara Maharaj mesélte, amikor ő úszott, és mindenki kiabált neki, hajrá, hajrá, akkor kapta erőt. Szóval akkor ezt kérjünk, hogy aki nem tudja, akkor támogasson minket, jó? Jó hangulattal,
hogy kapunk tőletek erőt. Ez az abideja. És akkor ott lesz a prajodzsana, mindenki lesz elégedett és boldog. És a végén akkor meg, most szombaton lesz a fesztivál, mindenkit várunk szeretettel, mindenki, aki részt maratonon vesz, jöjjön, lesz jó lakoma, ezzel kezdjünk most. Program nem az a kezdődik, az lesz a vége, de a lakoma, Arya Deva Prabhu már rakja félre tejtermékeket. Dhanajaya Prabhut megkértünk, hogy főzön, és Sivarama Maharajnak a mottoja, legalább budapesti baktáknak azt mondta, hogy olyan eredményt csináljátok, ami ezelőtt még sosa. Hát mi is most megpróbáljunk nyomva követni a budapestieket és Sivarama Maharajnak a vágyat, mert lehet, hogy nekünk ezt nem mondta ki, de gondoljunk, ezt lelkes lenne, hogyha mi nem kell mondanunk, magunktól lelkesek vagyunk. És ezért most a fesztivál is olyan lesz, ami ideig még sose volt. Ezért gyertek. Olyan még nem volt sose fesztivál, ami most lesz 9-én, november 9. Ez volt kis ilyen reklámszünet. Most vissza egy kicsit a védákhoz. A védák meghatároznak az érzelmeket. Van az érzelmeknek a szó, szanszkrit, báva. És hogyan, mit mondanak, számtalan magyarázat van, mit jelent, hogy báva, vagy érzelmek, az egyik, ez vikára manaszobava, hogy az manasza, mikor az elmében vikár változás történik, valami történik az elmével, valahogy megváltozott. Ez a báva, ez az érzelem. Citta vritti, amikor a tudat felszínen vannak hullámai, érzelmek, ez a citta vritti. Akkor citta drávi bava, az, ami okozza ezeket a érzelmeket. Kshobana, ami érzelmeket így kirubantja, elindítja. Tehát egy sok minden érzelmi meghatalmazás, megfogalmazás van. És szóval ezért egy szempontból bátor kell legyünk, értsünk, hogy Krishna tudott erről szól, de ugyan legyünk óvatosak, hogy nem, ahogy múltkor is Radakund Prakatnál beszéltünk, hogy attól nem kell holnaptól mindenki jön, és akkor mindenkinek így patakzanak a szemekből a könnyek, és nem, az majd jön magától, de már jó érzés, amikor valaki jó céllal akarja bhakti jogát csinálni, akarja jönni szadanázni, ő már úgy is érzi ezt a bábát, mert érzi ezt a jó hangulatot, jó érzelmeket, fú, most itt voltam, most énekeltem, most táncoltam, most gyapáztam, most baktákkal együtt társoltam, és van ez az erő, még akarok, este akarok, reggel akarok jönni, szolgálatot akarok csinálni, célt akarok elérni, és nincs fáradtság. Ezért Srila Prabhupada mondta, hogy nincs, a bhakti jogában nincs fáradtság. Amikor nem cél, mit szoktunk csinálni? Fáradt vagyok, mert észrevettétek, tényleg, és ez tényleg fizikai fáradtság, mikor érzelmileg nincs a cél, érzelmileg nem akarunk, azonnal fáradtok vagyunk. Igen, ez a probléma. És mert érzelmek nagyon erősek, hogyha helytelen, akkor elvisznek, és szenvedést okoznak. Sőt, degradálást fognak okozni, mint a Bhagavad Gita-ban van olyan sokféle érzelmeknek a szinonima is van, és árnyalata, hogy mondtam. Van egy ilyen érdekes, ami nálunk sokszor megfordul, ez most nem tudom, hogy magyarul hogy mondják, lehet, hogy angolról ugyanott, mint oroszul, affekt. Affektus, vagy affekt. Ez azt jelenti, amikor annyira eluralkodták a rajtam érzelmek, hogy nem tudok kontrollálni.
hogy például, mint tudjuk mindannyian, hogy igen, minden bakta, mindenki, nem lehet mérges lenni baktákra, kell tisztelni, kell szépet beszélni, de mikor egy érzelmi hatást kaptunk, akkor elveszítjük az uralmat, és akkor kezdjünk, hogy miért ezt tettem vele, teljesen nem ezt vártam tőle, és akkor ember teljesen hatás alá kerül, és nem tud uralni saját magadon. Szóval ezt is tud csinálni. Mikor? Amikor nincsen lefoglalva a szadanában, mikor nincsen cél Krishna, akkor ez lesz. Bhagavad Gita-ban Krishna erről beszél. Azt mondja, Dhyayato Vishayan Pumsah. Ja? Itt van. Dhyayato Vishayan Pumsah. Azt mondja, hogyha az elmének a cél, Dhyayato meditáció, cél ez a koncentráció, Dhyayato meditációt jelenti. Vishaya, az anyag, az érzik tárgyak, mikor már eszek, nekünk van olyan, mikor már alszok, mikor már hagyjátok békén és egyedül maradok. Senki ne zavarjan engem, van olyan is, ugye? Na, mikor ezen vagyok, akkor sangasztes upadzsájate, akkor én, nekem ehhez a hangulathoz van egy ragaszkodás. Amit szokták mondani, komfortzónám alakul. Sivarama Maharaj szokott mondani, kezdesz élni a saját belső világába. Te már nem a misszióval élsz, nem érdekel téged, mi a Prabhupádnak a missziója, rád is ám az én lelki tanító mesteremnek a misszió. Ugye Srila Prabhupád mondja, a lelki sikernek a titka, a lelki tanító mesternek missziót saját misszióval tenni. És hogyha nincsen, akkor Krishna mondja, akkor ez lesz, nincs más. Sangasztes upadzsájáte, akkor te már ragaszkodsz ehhez a helyzethez. Sangát, sangyájáte, káma. Ez már káma. Ettől fog születni káma, a lelki, a anyagi kéj. Kámát kroda számbava? Düh. Jön a düh. Amikor engem most valaki megzavar, amit elképzeltem magamnak, és nem úgy fog történni, jön a düh. És utána a krodhat, a düh, ez már érdekes pillanat, krodhat, Bavati Samuha, a düh kikapcsolja intelligenciát. Mi történik? Itt van nagyon lassan, szépen, ez nagyon rögtön történik, de egy lépésre. Krishna zseniális pszichológus, ez egy pszichológia ez a két vers. Krodat Bavati Samuha, moha, jön az illúzió, én elfeledek, ki vagyok, én illúzióba kerülök, teljesen. Mi? Mert nekem ez egy kis világom, ez az én eredeti világom, én ezt kell csináljuk, hagyjátok engem, ne idegesítsetek. Akkor ez történik. Jásisirad hásáma szundar kijjáj. Kroát bavati számoha, számohat smriti vibráma. Elveszítem a memóriát. Én elfelejtek, hogy én bakta vagyok. Volt olyan, mikor elfelejtjük, hogy mi bakták vagyunk, és már nem úgy viselkedjünk, mint bakták. Smriti vibramát. És amikor smriti, elfelejtettem, mit tanultam, mit hallottam, a tudást, lelki tanításokat, idáig mit gyakoroltam, ez rögtön a dühtől, ezt elfelejti. A düh kikapcsolja a memóriát. És hogyha nincsen memória, smriti bramsát, buddhinasa, intelligencia kész. Mert intelligencia memória alapján dolgozik. Hogy lehet, Krishna kicsit később majd mondja a harmadik énekbe, ha akarsz erősíteni intelligenciát, akkor lelki tudás az, ami energiát ad intelligenciának. De hogyha elfelejtettél a tudásra, akkor nem tudsz már helyesen reagálni. Buddhinását? Pranasyati. Megyek, pakolok. Mindenki démon. Tudtam, megint erről van szó, csak ez, csak az. Igen, ugyanaz, minden, és akkor megyek, költözök. Utána csinálok újságot vissza a Prabhupádhoz. Hát ez már mikor számmohá, kicsit már zavart valaki. Szóval ez a két út van, két irány van, és ez szenvedés, itt nincs boldogság, mint hogyha nem értem idáig, csak itt vagyok, de a viselkedésem, saját belső világában élek, egyfajtában frusztrált vagyok. Lelkitanító mesterem nem elégedett, rádésem nem elégedett, belül ezt érzem. És próbálok akkor valamit alvással, evéssel, valami őrületet csinálni, hogy legyek elégedett, boldog, nem tudok.
akkor mit kell csinálnunk? Megváltoztatni a célt. És Krisna mondja a Bhagavad Gita-ba, tizedik fejezetbe erről, amikor csatorsorokat mondja. Azt mondja, jó, először próbálj olvasni, mit mondják, amikor kezdjünk elmeszintre kerülni, olvassál. Miért? Mert Krisna mondja, ám szervasze prabhava matasarvam pravartate. Itimata bhajantimam buddha bhavasamanvita. Azt mondja, aki olvasta és megérti, hogy a hamszervásza, prabhava, minden tőlem származik. Mata szarván pravártate, minden rajtam múlik, nyugszik, függ, és akkor én megértem, ó, hát én Krisnán függök. Hát akkor a boldogságom is függök. Akkor itt imatva, ez egy intelligens bölcs. Itt imatva, bhajante mám, elkezd engem szolgálni. Fog mondani, holnap már mehetek maratonra. Ez az eredmény. Ez. Boldogan akarok menni. Nem tudom, hogy kell csinálni, de nem akarok menni. Mert ez Krisna akarja. És utána mondja a következő versben az érzelmekről. Aztán most nem akarok egy kis csatorsloka erről beszélni, csak mélyed, és itt nézzünk csak itt. Az, aki érti, és az a cél, megértette, hogy igazából rád is a lényeg, és én rajtuk függök. Én nem tudok független lenni, saját világában élni, az összeomlik halálpillanatban, így. De már ennyiszor összeomlott, nem kell a halálpillanat. Kinek már összeomlott a saját kis belső, kiépített világ, boldogság, komfortzóna? És ezért mindig stresszben vagyok ettől, nem? Most építsünk újat, holnap megint összeomlik. Nem. Cél. Sisi Rádha Sám Szudar Ki Jai. Mácsita, Madgata Praná, akkor igen, ez a cél, maraton, Srila Prabhupád, ki jaj, Badayanta Parasparam, együtt megyünk és csináljuk, és itt mondja, Badayanta Parasparam, egymást ébresztenek, figyelj, na, hol a cél, elértünk, én még egy kicsit, te hol vársz, én így járok, oké, én támogatom, én drukolok, és akkor megy ez a Badayanta Parasparam, Kantajánta Csamamnicsá, mindig beszélnek erről, hogy hogyan tudjunk Krisnát elégedett tenni. Urcsitányá szeretne egy egész világban mindenhol zengjen a szent név, és akkor erről beszélnek. És hogyha ez a cél, automatikusan jönnek az érzelmek. Tusjánticsá, ki tudja, mit jelent? Elégedett. Rámanticsá, boldog. Nagyon egyszerű. Hogyha mi most elfogadjunk Srila Prabhupádnak, Srila Sivarama Swami Maharajnak, Radhesyamnak a vágyat a maratonba, és a saját képességek szerint pici lépésekkel, mint amikor hidat építették, valaki hegyeket vitte óceánra, amikor a hangya hozta egy kis morzsát, elfogadja. Akkor, de hangulat ott volt, csapatmunka volt, a hídépítésnél, és mindenki elégedett volt, és boldog volt. És elérték a célt. Ez a formulája. Hogyha érzelmeket akarunk meggyógyítani, akkor legyen ez a cél. És a maraton ez nagyon ömezen kis sűrű. Amikor így meg kell fogni egy kicsit az elmét, és az elmé mindig fog elkanni, most már kicsit pihenjünk, kicsit az. Persze kell figyelni, hogy egészség, az igen, de nem baj, fáradt, az nem probléma. Mert hogyha a cél, akkor nem probléma, hogy fáradt. Ez test ez ilyen. Vagy valami más. És biztos mindenki, aki már próbálta, amikor kint az utcán állunk, akkor feljönnek a érzelmek, a rossz a problémák. Itt vagyok egyedül, fázok, éhes vagyok. És lehet sajnálni magát. De kivett észre, amikor én kezdek ebbe a kis, megint saját világomba merülni, akkor jön a frusztráció, utána, ne várjál, és elkezdek menni emberekhez, állítgatni, akkor, hol a probléma? Hol vannak a rossz érzelmek? És ember megfogta, megveti újságot tőlünk, vagy könyvet, és akkor, Krisna, olyan kedves vagy, hogy most én nem vagyok képes, de ezt tudom, ez most te csináld, hogy megvegyenek tőlem egy könyvet. És jön a Tusjánticsá, Ramanticsa. Hogy én itt vagyok szerencsétlen az utcán, semmit nem tudok, és csak hop, jönnek az eredmények, és lehet
kapcsolat Krisnával ott van, Úr Csaitanyával, Srila Prabhupáddal. És van ez az elégedettség és boldogság. És akkor tudjunk érzékelni baktákat, egymást tisztelni, figyelni oda, támogatni egymást. És meg tudjunk csinálni a legnagyobb maratont ebbe az évben. Mert ebbe az évben csak ez a maraton van. Rendben, befértünk időbe, ez nagyon érdekes. De van 2 perc, van már kérdés valakinek? Nincsen. Nagyon szépen köszönöm. Sisirád Hashama Sundar Kijai, Srila Prabhupada Transcendentális Maraton Kijai, Krishna Vöjji Bhakták Kijai, Csapat Mumka Kijai, Nitai Gaura Premanandi, Harivo! Gaura Bhaktavrinda Kijai.